Kassa Tamás, lezárás specialista, Nagy János, világbajnok második helyezett birkózó és olimpiai hetedik helyezett. És nagyon sokan posztoltak mindenfélét mostanában Facebookon erre-arra, videók alatt kommentek, hogy ne bántsuk azokat, akik nem lettek első háromba az olimpián. És arra gondoltam, hogy kérdezzünk meg valakit, aki ott volt, ugye hetediként az tényleg az első tízbe benne lenni az nem semmi. Hát én is birkóztam kb. Egy fél évig, és abba hagytam, mert annyira fájt, mint az állat. Tehát ugye akkor is kicsit túlsúlyos voltam, és egy olyan kategóriába raktak, akik már 4-5 éve birkóztak, aztán annyiszor vágtak a földhöz, meg csavarták ki a kezemet, hogy én feladtam, de János nem adta fel. És szeretném tőle megkérdezni, hogy ő mit gondol erről? Tehát, hogy az, hogy első lett valaki, vagy hetedik, vagy huszadik, vagy negyvenedik, hogy a felkészülésbe ez jelentette pluszot, vagy nem? Vagy hogyan lesz valakiből első, vagy hogyan lesz valakiből idézőjelben csak hetedik? De mondjuk második voltál a világbajnokságon, tehát az lehettél volna az olimpián is második, vagy akár első is, nem? Hát igen, az Európa-bajnokságon voltam második, a világbajnokságon hatodik voltam. Ja, oké. Tehát az van, hogy én kicsit előrébb, vagyis visszább kezdeném, mert eleve kijutni egy olimpiára, oda rengeteg munka kell, tehát eleve úgy lehet kijutni olimpiára, ugye meg kvóta szerzés szükséges hozzá, illetve megvannak az elvárások, hogy kik mehetnek ki az olimpiára. Tehát már kijutni az olimpiára egy hatalmas nagy öröm, és egy hatalmas nagy munkát igénylő felkészülést van mögötte. Tehát mindenki, aki kint van az olimpián, a maximális tudását, fizikai állóképességét, felkészülést mondhat maga mellett. Tehát az, hogy ki lesz olimpiai első helyezett, vagy második, harmadik, ötödik, hatodik, tizedik, stb. Helyezett, az fogja eldönteni, hogy azon a napon, vagy napokon ki van jobb formában, ki van jobb erőléti állapotban, illetve a technikai tudás, amit nyilván nem ott fog az olimpián összeszedni, hanem már korábban ugye a felkészülések során, edzések során, de ez nem egy év, nem egy hónap, hanem több éves felkészülés termék, hogy valaki technikailag milyen formában van. És ezért én azt gondolom, hogy ha valaki ötödik lesz, vagy hatodik lesz, nem azért lett ötödik, hatodik, mert nem akart olimpiai bajnok lenni, hanem azért lesz ötödik, hatodik, vagy nyolcadik, mert jobb volt nála azon a napon az ellenfele. Hát köszönjük ezt a kimerít dolgot. És még egy, hogy ugye kiadtál egy könyvet, ami a nagy sportág választó, amit én is támogattam, és hogy lehet, hogy mondjuk valaki azért nem sikeres a sportágban, mert nem is, tehát a testi adottságai nem is ahhoz kéne, hogy passzoljanak? Ezt is egy nagyon picikét korrigálni szeretném, a nagy sportág választó az nem én vagyok, hanem maga a rendezvény sorozat. Én a Hogyan válasz a sportágat könyvet, lexikont, illetve enciklopédiát készítettem el az ötletem alapján a Magyar Sportszövetségekkel együttműködve és a Magyar Olimpiai Bizottság hátterével. Hát a könyvben 113 sportág van, és abból mindenki ki tudja választani a saját képességének megfelelően, hogy hozzá milyen sportág illik. Ez egy nagyon-nagyon összetett. Tehát van, aki a labdajátékokat szereti, van, aki a vízisportokat, technikai sportágakat, küzdősportokat, és még azon belül is, a technikai sportágakon belül is vannak sportágak, például a motorcsónak verseny, akkor a motorversenyzés, akkor a különböző technikai sportágak, mint a repülő modellezés, akkor a küzdősportokban is ugye judo, birkózás, karate, stb. És az a lényeg, hogy először meg kell néznünk azt, hogy a gyereknek, a fiatalnak, vagy akár felnőttnek milyen területhez van kedve. Labdajáték, vízisportág, technikai, és akkor azon belül meg lehet nézni, hogy milyen sportágak vannak, és a választás személyes szempontjai alapján, például kinek ajánlja, hány éves kortól lehet elkezdeni, mi szükséges a kezdéshez. Ugye nyilván, hogy egy gyerek bejelent, hogy autóversenyző szeretne lenni, akkor ugye az nyilván nem 1000 forintos tornacipőt jelent, hanem az egy kicsit két magasabb elkezdéshez, elkezdés szükséges hozzá pénzügyileg.
tehát ezek a szempontok alapján ki lehet választani a megfelelő sportágat. De ez egy nagyon összetett dolog, mert például kiválasztotta a megfelelő sportágat, de azon a területen nincsen olyan edzés. Aha. Tehát mondjuk Nyíregyházán, csak mondtam egy példát, vagy bármilyen város, csak egy most hasraütésre mondtam, elnézést a nyíregyháziaktól, bármilyen város mondhatnék, nincs ott például a lovasport, csak mondtam egy példát, mert Budapesten van mondjuk a lovasport, akkor az viszont technikailag sokkal nehezebb kivitelezni, hogy a gyereket Nyíregyházáról Budapestre vigyük lovagolni. De versenyszerű lovagása. Tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve ki lehet választani a legmegfelelőbb sportágat mindenki számára. És közben egy sárkányrepülő megy. Igen, itt felettünk. Pont a sportág választásról beszélünk, igen, tehát lehet sárkányrepülőzni is. Hát, megmutatom. Hol nem találtam meg, na mindegy. És nem beszélve arról, hogy lehet, hogy kiválasztottad, de ki is kell próbálni. Mert lehet, hogy kiválasztottam egy olyan sportágat, amihez jó hangzott, de valahogy így nem passzol. Nem passzol a mozgásomhoz, vagy az alkatomhoz. Akkor sincs semmi baj, mert akkor kipróbálok még egyet. Tehát az első az, hogy kiválasztom elméletileg, hogy mi az, ami számomra a legmegfelelőbb, a második pedig, hogy gyakorlatban kipróbálom. És azon belül, ami iránt érdeklődök, például vízisport, azon belül kipróbálunk minél többet, és akkor megtaláljuk számunkra a legmegfelelőbbet. Körülbelül ennyi, ilyen egyszerűnek hangzik, de egyszerű is. Utolsó kérdés, csak azért, mert ugye tartom a Jedi képzőt. Te megcsináltad, nem nálam, de megcsináltad. Ha ezeket a kommunikációs gyakorlatokat, amik ugye arról szólnak, hogy a jelenben legyél, korábban meg tudtad volna csinálni, ez még akkor teljesen lehetetlenség volt, mert nem volt Magyarországon, de ha megcsináltad volna a versenyek előtt, akkor szerinted ez hozzájárult volna ahhoz, hogy azon a napon jobb formában legyen? Értem, hát ezt úgy szokták mondani versenyzői nyelven, hogy elalszik az ellenfél. Ezt úgy szokták mondani, hogy elalszik. Ezt lehet úgy is hívni, hogy nem volt a jelenben, de nyilván, ha elalszik, illetve nincs a jelenben, akkor megcsinálják vele. Aha. Ha küzdő sportágról beszélünk, azt a fogást, ami mondjuk el is viszi a helyezését, ugye nem lesz első helyezett. Tehát én azt tudom mondani, hogy vannak olyan kommunikációs gyakorlatok, illetve elméletek és gyakorlatok, amivel meg tudjuk oldani azt, hogy tényleg a jelenben legyen az ember, és ugye a boxolók, ha nincsenek a jelenben, akkor kiütik, vagy megütik őket. És ez hozzájárul nem csak a sporthoz, hanem az életben való helytállásban is nagyon sokat segít. Köszönöm szépen, és aki itt érdekel ez a könyv, amit a János kiadott, akkor itt a videó alatt a linken meg tudja vásárolni.